Szép számú közönség gyűlt össze hétfő este a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban. Az évbúcsúztatás kezdetén Márton nap alkalmából egyszerre két kiállítást is megnyitottak. A földszinti kiállító teremben a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének vezetője Szepesi Béla grafikus alkotásait rendezték be. A felső emeleten pedig a Máté Szalkán élő Stanowski, Tamás festményei láthatóak a következő hetekben kettő videó kiállítását nyitottuk, egy csodálatos grafikai kiállítást, aminek a Szent Márton köpönyege volt a, a címe, ami szintén kapcsolódik hogy a Szent Márton naphoz, is, és is maga ez az alkotás is egy, egy nagyon jeles, amit Szepesi Béla megalkotott, és Storovszki Tamásnak pedig a fantasztikus festményei, hiszen egy rendkívül termékeny festőről van szó, aki mellett ugye fizikatanár, fizikus kísérletei vannak, aki egy nagyon sok oldalú verses jelentek meg saját illusztrációival, kiválóan zenél. Tehát Tamás egy, egy, olyan sokoldalú lakója, polgára városunknak, akire büszkék lehetünk, és így a kettő kiállítása adta meg azt a felhangot, amire aztán a népi gasztronómia volt, volt, a folytatása. Hiszen ha Márton nap, akkor nem hiányozhatott a liba sült és a zsíros kenyér sem. A kiállítás megnyitóján résztvevők különböző ízletes ételeket és bor különlegességeket kóstoltak meg. A népi hagyomány ugyanis úgy szól, hogy a márton nap egy korszak végét és egy új korszak elejét is jelenti, a finomságok pedig az év során megtermelt javakat szimbolizálják. Szent Márton, hogy a bornak a bírája is tartja a mondás. A libákat is ilyenkor már levágták, a hízott libákat, hiszen már tovább nem híztak. És hát bizony a, a jószágnak a szemmel való tartás az nagyon-nagyon költséges volt, és hát ilyenkor rendeztek nagyobb ünnepségeket, hálát adva az egész évi termésért. És hát ezt a hagyományt azért a magyar népi kultúrából is tovább őrződik, és hát valójában a múzeumok is, és hát ha nézzük a televíziót, a gasztronómiai rendezvények mind-mind a libás ételek közé köré összpontosulnak, és hát nagyon sokan, ugye, amit ő magyarok vagyunk, hogy őrizzük a, a, hagyományainkat, hát mi is itt a Szatmári Múzeumban évről évre mindig egy kis kultúra, egy kis gasztronómia, egy kis újborkóstolása, mind-mind hozzátartozik ez a rendezvényhez. A programok pedig folytatódnak Máté a kulturális színterén. Szerdán és csütörtökön itt tartják a Kárpát-medencei Magyar Múzeumok konferenciáját, amelyen csak nem száz intézmény vezetője vesz részt a Szatmári Múzeumban.